War against a monstrous tyranny never surpassed in the dark and lamentable catalogue of human crime. That is our policy. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. It's one small step for man, one giant leap for mankind. It is complete independence that we want. I would say to the House, as I said to those who've joined the government, I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. Three. Two. Mr. Gorbachev, tear down this wall. One. Az emberiség mítosza a csimpáznál kezdődik, és az istennévállásnál lesz vége. Minden, ami a kettő között van, pedig történelem. Történelem, csimpáz, isten. Történelem, csimpáz, isten. Történelem, csimpáz, isten. Görnyedt, sőt. Kis hián megroppant hátamon sikerült kivonszolnom börtönéveimből azt a tapasztalatot, hogyan lesz az ember gonosz, és hogyan lesz jó. Ifjúkori sikereimtől megrészegülten, csalhatatlannak éreztem magam, és épp ezért kegyetlen voltam. A kezemben lévő túl nagy hatalom gyilkossá és zsarnokká tett. A leggonosabb pillanatokban megvoltam győződve, hogy jót teszek. Bővelkedtem a tetszetős érvekben. A börtön rothadó szalmáján éreztem először, hogy megmozzan bennem a jóság. Fokozatosan világossá vált számomra, hogy a jót a rossztól elválasztó vonal nem az államok, nem az osztályok, nem a pártok között húzódik, hanem ott húzódik minden ember szívében. Valamennyi ember szívében. Ez a vonal nem merev, az évek során ide-oda mozog. Ez a vonal még az olyan szívben is, amelyen eluralkodik a rossz, megőrzi a jó egy parányi hitfőállását. De még a legjobb szívben is jelen van a rossz, egy felszámolhatatlan zuga. Attól fogva megértettem. A világ valamennyi vallásának igazságát. A vallások az emberben lévő rossz ellen harcolnak. A világból nem lehet teljesen kiűzni a rosszat, de vissza lehet szorítani minden egyes emberben. Attól fogva rájöttem a történelem valamennyi forradalmának hazugságára. Ezek csak a rossz kortárs képviselőit semmisítik meg, és mint siettükben nem válogatnak, a jó képviselőit is. Magát a rosszat pedig, azt megnövesztve, örökségként átveszik. Csapja be a könyvet az az olvasó, aki holmi politikai leleplezésre számít. Ha az olyan egyszerű volna, hogy vannak holmi sötét emberek, akik merő gonoszságból mindenféle sötét dolgot művelnek, és nem kell más tenni, mint elválasztani a többiektől, és megsemmisíteni őket. Csak hogy a jót és a rosszat elválasztó vonal minden ember szívén belül húzódik, és ugyan kisemmisítené meg a tulajdon szívének egy darabját. Ez a vonal egy élet során egyetlen szívben is ide-oda tolódhat. Hol az újjongó rosszorítja arra, hol a felragyogó jó számára szabadul fel a hely. Egy és ugyanaz az ember életének különböző szakaszaiban, különböző élethelyzetekben más és más lehet. Hol az ördöghöz áll közelebb, hol meg akár a szenthez. A neve viszont nem változik, ezért az ő rovására írunk fel mindent. És a gödör előtt, melybe épp azokat készülünk beletaszítani, akik vétettek ellenünk, hirtelen megtorpanunk. De hisz csak a véletlen hozta úgy, hogy nem mi voltunk a hóhérok, hanem amazok. Ezeket a sorokat Alexander Szolzsenyicin írta, miután hazatért a 11 éves internálásából, aminek nagy részét a Gulák-szigetvilágon töltötte. Nyolc évet volt börtönben és munkatáborban majd további három évet kényszer számüzetésben. Szolzsenyicint azért ítélték el, mert egy barátjának írt levelében kritizálni merte Sztálint. Ekkor ugyanis a Szovjetunióban érvényben volt az 58-as törvénycikkely, melynek értelmében gyakorlatilag bármiért el lehetett ítélni az embert. Szolzsenyicin úgy írja, hogy nincs az égvilágon olyan vétség, szándék, Cselekedet vagy mulasztás, amelyet meg ne lehetne torolni az 58. cikkely széles tenyerével. A cikkely szerint ellenforradalminak minősül minden olyan tett, vagy minden olyan mulasztás is, amely a hatalom gyengítésére irányul. Ennek értelmében tehát, ha valaki a Gulák-szigetvilág lágerében vonakodott kivonulni munkára, mert ki volt éhezve és le volt gyengülve, akkor ezzel a hazafiatlan akna munkájával a Szovjetunió hatalmát gyengítette. Ennek a tettének a következménye pedig agyonlövetést vont maga után. Minden a Szovjetunió katonai ütőerejét csorbító tevékenység agyonlövetéssel büntetendő a törvény értelmében, azonban a polgári személyek számára enyhítő körülményként a büntetés mérsékelhető tíz évnyi munkatáborra. A cikkely kimondta, hogy ugyanilyen súlyossággal büntetendő a kémgyanúság a vágyja, ami a be nem bizonyított kémkedést jelentette, vagyis azt, hogy a meggyanúsítottnak olyan kapcsolata volt, ami a kémkedés gyanújához vezet. Olyan kapcsolat, ami a kémkedés gyanújához vezet? Mi lehet ez? Bármilyen emberi kapcsolat. Szolzsenyicin azt a példát hozza, hogy ha gyanúsítottunk feleségének, ismerősének ismerőse, ugyanazzal a varrónővel varratott ruhát magának, aki emellett egy külföldi diplomata feleségének is vart ruhát, akkor ezt a gyanús alakot el lehetett vinni a gulágra tíz évre. Mivel aki ilyen gyanús tevékenységet végez, annyi erőből akár kém is lehetett. Ezen felül pedig a terror fogalmát is igen tágan értelmezték a Szovjetunióban. Alulról gyakorolt, terror szándékolt előkészületének minősült, ha valaki a sörözőben azt mondja egy szocialista aktivistának, hogy no megállj, vagy ha a piacon a felpaprikázott árus azt mondta, hogy ó, hogy a fene essen beléje. Ezek terrorista szándéknak minősültek a Szovjetunióban akikre a törvény jogos ökle teljes szigorával lecsapott. Szolzsenyicin itt a Nobel-díjas könyvében kihangsúlyozza, hogy ez talán túlzásnak, vagy viccesnek hangozhat, de nem ő találta ki ezeket a történeteket. Ő a 11 éves büntetését együtt töltötte olyan emberekkel, akik ezeket a konkrét védségeket követték el. És hogy miért fontos Szolzsenyicin felemlegetés a Szovjetunió és Mikhail Gorbacsov megtárgyalása kapcsán? Egyrészt azért, mert Szolzsenyicin maga is jó néhány téglát kivett a Szovjetunió felépítményéből azzal, hogy pusztán nyilvánosságra hozta az igazságot, amit ez a kommunista rezsim tett vele és sorstársaival. Másrészt pedig Gorbacsov személye jelentette a Szovjetunióban a rendszer kinyílását. Ahol nyilvánosságra kerülhettek a Szolzsenyicin féle emberek tragédiái. A jó és rossz közötti határvonal pedig ott húzódott Gorbacsov szívében is. Nem feltétlenül volt ő a béke és a nyugati szabadság őszinte elkötelezetje, és nem is volt ő a szovjet birodalom szándékolt tönkretevője sem. A béke és a nyíltság irányába ugyan tett lépéseket. Ez igaz. De a kommunista rendszer fenntartása, és prosperálása érdekében tette ezeket a lépéseket. Van, amit meggyőződésből tett, és van, amit hatalomtechnikai megfontolásból. Érdemes szétszálazni ezeket, mielőtt azt mondanánk valakire, hogy a szabadság keleti megtestesítője vagy a birodalom sírásója volt. De még mielőtt Gorbacsovról lenne szó. Lenne pár kérdés, melyeket felvetésre érdemesnek tartok milyen történelmi kontextusban kezdődött meg a Szovjetunió bomlása, és mik voltak a kommunista rendszer alapproblémái. Ki volt Gorbacsov és milyen történelmi szerep jutott neki ebben? Nagyjából ezt a kérdéskört fogom kifejteni ebben a részben. A következő részekben pedig magáról a romlás folyamatáról lesz szó, Gorbacsov politikájáról, és arról, hogy milyen szűk történelem formáló mozgástere volt Gorbacsovnak. Ezt követően pedig az összeomlásról fogok beszélni, a 90-es évek jelcin által vezetett Oroszországáról lesz szó. Továbbá arról, hogy hogyan került Putyin hatalomra, és hogy miként kapcsolódik Gorbacsov NATO keleti bővítésének problematikája Putyinhoz, és hogy miért képezhet ez háborús alapot 2022-ben ahhoz, hogy Ukrajnát megtámadhassa. Ahhoz, hogy megértsük, hogy ma milyen szerepet tölt be Mikhail Gorbacsov személye Oroszországban és az ukrajnai háborús retorika alapját megképző NATO keleti terjeszkedésben, először meg kell értenünk Gorbacsov politikáját. De ahhoz, hogy megértsük Gorbacsov politikáját, ismerni kell a Szovjetunió összeomlásának okait. Ahhoz pedig, hogy ezt átlássuk, tudnunk kell a Szovjetunió működésének, már a létrehozásánál belekódolt hibáit, és azt a történelmi kontextust, amiben végül elbukott. Szerintem minden esetben csak is úgy érthetünk meg aktuális történéseket, ha minél tovább vissza tudjuk fejteni annak történelmi forrásvidékét. Ha valaki Oroszország politikája iránt érdeklődik, annak elsőrendűen Eszbíró Zoltán publicisztikáihoz könyveihez és a vele készített interjúkhoz kell fordulnia. Ez Zoltán az a történész és Oroszország szakértő, aki minden esetben objektív, elképesztően felkészült, és minden kétséget kizáróan a legszofisztikáltabb történész, akitől informálódhat az ember. 2018-ban jelent meg Ezbíró Zoltánnak egy tanulmánya. Miért és miként bomlott fel a Szovjetunió címmel aminek a bevezetőjéből szeretnék idézni. Ez egy kiváló kiinduló pontot ad a témához. Máig sokakat foglalkoztató kérdés, hogy mi vezetett a Szovjetunió 1991 végén bekövetkező felbomlásához. Sokan sokféleképpen magyarázzák ezt. Már abban is jelentős különbség van köztük, hogy a bomlási folyamat kezdetét mikor datálják. Azok akik legfőbb okát gazdasági természetűnek tartják. A végjáték nyitányát a felbomlás a bekövetkezéséhez képest többnyire évtizedekkel korábbra teszik. Mások visszanyúlnak egészen a Szovjetunió megalapításához, mert hogy annak alkotmányos szerkezetében látják a felbomlás legfőbb okát. De találkozni olyan értelmezésekkel is, amelyek a Szovjetuniót alkotó tagköztársaságok közti fokozódó bizalmatlansággal és önzéssel, másképpen fogalmazva Moszkva redistribúciós gyakorlatának kudarcával magyarázzák a szövetségi állam szétesését. Megint mások az erősödő és egyre több területre kiterjedő etnikai ellentétekre vezetik vissza a történteket. És persze Mihály Gorbacsov szerepesen lebecsülendő aki humánusabb és élhetőbb hétköznapokat ígérő reformjaival jelentősen lazított a politikai rendszer feszes abroncsán. Szabad utat engedve ezzel megannyi kezdeményezésnek és megvalósulatlan vágynak. Ez bíró Zoltán itt összefoglalásként öt fő okot nevez meg, mint a felbomlás okai. A Szovjetunió alkotmányos rendszerét, gazdaságát, Moszkva rossz elosztási rendszerét, az etnikai ellentéteket és Gorbacsov személyét. Ezeket fogom megvizsgálni az általam szükségesnek érzett mértékben. Csunderlik Pétertől, a kiváló fiatal történésztől hallottam a történelemnek azt az értelmezését, miszerint a történelemnek három szintje van. Az első a történelem struktúrája. Vagyis a témám esetében a Szovjetunió politikai szerkezete, társadalmi modellje és gazdasági berendezkedése. A történelem második szintje annak konjunkturális szintje, ahol ez esetben a Szovjetunió adott eseményei és tendenciái találkoznak, és ezek hatnak egymásra. A harmadik szint pedig az eseménytörténet szintje, ahol az adott politikusok fellépnek a történelem színpadára, és az első két szint viszonylatában van egy bizonyos mozgásterük a cselekvésre. A politikusoknak tehát e szerint van történelem formáló erejük, de a körülményeket készen kapják és csak is bizonyos keretek között képesek mozogni. Ezt a három szintjét érdemes a történelemnek megvizsgálni a Szovjetunió összeomlásával kapcsolatban is. Azt, hogy milyen történelmi kontextusban működött a Szovjetunió. Azt, hogy milyenek voltak a Szovjetunió belső és külső kötelékei, és hogy ezen az adott színpadon mit kezdtek a szovjet és később orosz vezetők a lehetőségeikkel. Kezdjük az elsővel, a történelmi kontextussal. Ha nagy vonalakban végigtekintünk a 70-es-80-as évek folyamatain, akkor azt láthatjuk, ahogyan az egész világban végig söpört egy kiterjedt demokratizálódási folyamat. Azt gondolhatjuk, hogy a parancsuralmi rendszerek meggyengülése a történelmi csillagzatok szerencsés együttállása miatt következett be. De ez egyáltalán nincs így. Minél több információnk van erről a korszakról, annál inkább láthatjuk a kiváltó okokat. Ezen felül azt is megfigyelhetjük, hogy nem véletlen események sorozatáról beszélhetünk, amikor a 20. század második felében Európa és Latin Amerika demokratizálódásáról van szó. Sőt, még Ázsiában is történtek erre irányuló műveletek, és ugyan limitáltan, de Afrikában is tapintható a jelenség. Tehát talán nem túlzás azt mondani, hogy ez egy globális folyamat volt, ami az adott hely történelméből táplálkozva volt, sikeres vagy sikertelen. 1992-ben. Francis Fukuyama híres dolgozatából evolválódott könyvében a történelem vége és az utolsó emberben elmondja, hogy a parancsuralmi rendszerek jelenlegi válsága nem Gorbacsov perestrojkájával vagy a berlini fal leomlásával kezdődött. A folyamat másfél évtizeddel előbb indult meg, amikor is több jobboldali diktatúra összeomlott Dél-Európában. Ha időrendben haladunk, és Fukuyama logikáját követjük, akkor azt láthatjuk, hogy Olaszországban már ennél is korábban a második világháborút követően kialakult egy demokratikus berendezkedés. A második világháborúban az országot vezető fasiszta államfő Mussolini után ugyanis az olaszok népszavazással döntöttek a köztársasági államforma létrehozásáról. Így 1948 első napján megalakulhatott Olaszország parlamentáris demokratikus köztársasága. Rendben, tehát Olaszország volt az első demokrácia Dél-Európában, jócskán megelőzve a többieket. Dél-Európa egyéb országaiban később jött el ez a változás. Portugáliában a 30-as évek elejétől Salazar vezetésével egy diktatúra működött 35 éven keresztül amely gazdaságilag főként a még meglévő gyarmataira kellett, hogy támaszkodjon. 1968-ban a teljhatalmú miniszterelnök az otthonában elszenvedett baleset következtében agykárosodás szenvedett. Így kénytelenek voltak őt leváltani egy mérsékeltebb politikusra, Kajtánóra, aki az alkotmány kidolgozásában jelentős szerepet vállalt. A diktatúrák sajátossága, hogy a több évtizeden keresztül despotikusan uralkodó Szalazárnak a balesete után nem merték megmondani, hogy leváltották. Így az utolsó két évét kórházban töltő diktátor úgy halt meg, hogy azt hitte még mindig ő Portugália teljhatalmú miniszterelnöke. Az őt követő Kajtánó a minden ízében tekintélyelvű berendezkedést elkezdte puhítani. Az államot átnevezte szociális államra, jelképes reformokat eszközölt, korlátozott mértékben már megjelenhetett az ellenzék, de szerkezetét tekintve továbbra is a szalazártól örökölt állami berendezkedés működött. Elődéhez képest Kajtánó tehetségtelennek és gyengének bizonyult, ezért a hadseregben ellenállás szerveződött a fegyveres erők mozgalma néven, aminek első kísérletek kudarcot vallott. Utána azonban 74-ben a pucs kísérlet megdöntötte a Kajtánó rezsimet. Néhány éves ingatag belpolitikai viszony után. 76-ban választásokat írtak ki, és megválasztották a szocialista soares a korábbi diktatúra üldözött ellenfelét. Gyakorlatilag innen datálva beszélhetünk portugál demokráciáról. Nézzük meg Görögországot, Görögországot 1967-től egy szélső jobboldali katonai hunta kormányozta, amit hasonlóan a portugál rezsimhez 74-ben választásokkal sikerült leváltani az új demokrácia nevű liberális konzervatív pártnak. Vezetőjük Karamanlis volt. Ezzel Görögország is demokratizálódott. Egy évvel később Spanyolországban meghalt Francisco Franco tábornok, a koronázatlan király. Halálával első János Károly lett a már hivatalosan is megkoronázott király. Reformjaival pedig megnyíltak a lehetőségek Spanyolország előtt. Ennek következményeként néhány éven belül békés körülmények között létre tudták hozni a spanyol parlamenti demokráciát. A déleurópai sort végül Törökország zárta, ahol a 70-es évekre teljesen elszabadult a terrorizmus, Állandó, alacsony intenzitású háborúként is leírható az, ahogy a szélsőjobbos, ultranacionalista, szürke farkas nevű halálosztagok néha állami szövetségben gyilkolták iszlamista milíciákkal egyetemben a szélső-baloldali ellenállókat. 1980-ban a török fegyveres erők átvették az ország vezetését. Mivel a terrorizmus már teljesen megbénította a társadalmi folyamatokat. A demokratikus berendezkedést 83-ban a török általános választásokkal részben, aztán 89-ben jogilag teljesen sikerült visszaállítani. Azért mondom, hogy jogilag demokrácia van Törökországban, mivel láthatjuk, hogy azért Törökország ma sem egy polgári demokrácia szellemiségét tükrözi a dél-európai térségben. Minden esetre a dél-európai parancsuralmi rendszerek lebontása óta ezekben az államokban rendszeres és szabad választásokat tartanak, több párti részvétellel. Ezek az államok korábban a vallási és autokratikus hagyományaik miatt nem tudtak beilleszkedni a nyugat-európai demokráciák sorába. De a 80-as években végbement demokratizálódási folyamat hatására Portugália, Spanyolország, Olaszország és Görögország is stabil demokratikus jogállamot tudott kiépíteni, aminek a sorából Törökország lók ki földrajzi adottságai miatt, ahol ez csupán jogi demokráciát jelent. Térjünk rá röviden Latin Amerikára. Latin Amerikában nagyon hasonló demokratizálódási hullám söpört végig, mint Dél-Európában, csak kicsit később. Peruban 1968. október 3-án éjjel. Egy tankdivízió megszállta az elnöki palotát, ahol a demokratikusan megválasztott Belaundét a pizsomájában elfogták. Majd másnap reggel Argentinába deportálták. A hatalmat átvevő jobboldali katonai diktatúra 12 éven át vezette az országot. Míg nem 1980-ra az országot eluraló óriási gazdasági válság miatt a katonai adminisztráció választásokat engedélyezett. A választásokon magabiztos többséggel újra választották az addig számüzetésben élő elnököt. Argentinában hasonló volt a helyzet, ahol a Perón kormányt 76-ban egy szélsőjobbos katonai hunta megputcsolta, majd átvette az ország irányítását. A 82-es Falkland háborúban elszenvedett vereség meggyorsította a hunta bukását így a kudarc után egy évvel átengedik a hatalmat a demokratikusan megválasztott Alfonzin elnöknek. Ezután sorban követte a perui és argentin példát a többi latinamerikai ország is. Először Uruguay, aztán Brazília. A 80-as évek végére Paraguayban sikerült a 34 éve hatalmon lévő Stroessnert egy véres pucskísérlet után száműzni az országból. Csirében pedig Pinochetet tudták leváltani 17 év katonai diktatúra után. Érdekes hullámzás figyelhető meg a latin-amerikai térségben. Ugyanis az 50-es években már jó pár demokratikus állam jött itt létre, viszont a 70-es évekre mindet megdöntötték az autokratikus vezetők vagy a katonai hunták. És egészen a 90-es évekig kellett arra várni, hogy az újabb demokratikus hullám végig söpörjön a kontinensen. Ekkora már csak Kubában és Gájánában nem tartottak szabad választásokat. Azért ne legyenek illúzióink. A latin amerikai demokráciák nem mérhetőek a nyugat-európai államok szabadság ha bár ezt az összehasonlítást kelet-európa sem feltétlenül állja ki. A déleurópai, kelet-európai és latin amerikai folyamatokat Ázsia és Afrika is követte. Legalábbis a maga módján. A Fülöp-szigeteken két évtized után sikerült megdönteni Márkosz alkotmányos autokráciáját. Dél-Koreában lemondott Chon, a katonai diktatúra tábornoka, így elkezdődhetett az ország demokratizálódása. Tájvánban a kínai kommunista elnök Chang Ching Kuo szívroham következtében meghalt, így a hatalmas demokratizálódási igény feltörésével egyre több tájváni származású polgár kerülhetett be a nemzeti parlamentbe. Tájván a dél-afrikai apartheid rezsim funkcionáriusaként megtámogatta az ottani reformokat, majd ahogyan szabadult fel Tájván a kínai szorításból, úgy segítette a dél-afrikai apartheid rendszer felszámolását is. A 90-es évek elején Dél-Afrikában szabadon engedték Nelson Mandelát a közel három évtizedes börtönbüntetéséből, majd megkezdték az apartheid rendszer békés felszámolását. Aztán, amikor Mandela azt észlelte, hogy a kínai népköztársaság erőszakosan ragaszkodik az egyetlen Kína koncepciójához, akkor megszakította országa-Tájvani kapcsolatait. Ha a jelen körülményeit nézzük, sokszor reménytelennek tűnhet a diktatúra felszámolása. Én például egyáltalán nem látom azt a történelmi folyamatot, amivel Észak-Koreában a Kim család végtelenül sötét és embertelen diktatúrája véget fog érni. De valószínű, hogy a történelem során mindenki ezt gondolhatta vele egy időben létező diktatúrákról. Picasso a spanyol polgárháború alatt alkotta meg leghíresebb festményét, a Gernikát. A Gernikával Picasso célja az volt, hogy felhívja az ország figyelmét a Frankó tábornok szövetségesei által lebombázott spanyol kisvárosra, Gernikára. Picasso ezután egész életét a Frankó diktatúrában élte le, ami közel négy évtizeden keresztül tartott. De végül Picasso halála után két és fél évvel Frankó tábornok is meghalt. A rendszere pedig elbukott. Hamvas Béla, a legkiválóbb magyar filozófus, a 20. századi Magyarországon úgy élt, hogy a kommunista-szocialista államberendezkedés miatt műveit soha senki nem fogja megismerni, így azokat egész életében a fióknak írta. De végül a rendszer megbukott. A mai Oroszországban a Pussy Riot, feminista pangzenekar tagjai az állami elnyomásra való válaszreakcióként hozták létre politizáló művészetüket, és azt feltételezem, nehezen tudják elképzelni a Vladimir Putyin utáni Oroszországot. De törvényszerű, hogy előbb-utóbb az is el fog jönni. A rövid kis történelmi kitekintő alapján azért nagy vonalakban lehet látni, hogy a nyugati demokráciákhoz képest, ahogyan a térképen távolodunk földrajzilag, úgy devalválódik a demokrácia is. Dél-Európában még magabiztosan rá lehet ismerni a demokratikus jellegzetességekre. Aztán a félperiférián és a periférián, vagyis Kelet-Közép-Európában és Latin-Amerikában már néha nehezebb dolgunk van, ha a demokráciát detektálni akarjuk. Aztán jön Ázsia, ahol elpróbálják már a demokrácia műveletét. Végül pedig Afrika, ahol még csak a nyomait lehet látni a demokratikus kezdeményeknek. 1776 előtt a modern értelemben vett demokrácia nem létezett. Periklész volt az aténi demokrácia úttörője az időszámításunk előtti 5. században. Ő volt Atén első polgára. Azonban ma már jól tudjuk, hogy ez inkább csak elméleti kidolgozottságában értelmezhető demokráciának. Az aténi demokrácia még nem sokat foglalkozott az emberi jogokkal. Emlékezzünk csak Szókratész történetére, aki a szólásszabadságot gyakorolta, ezzel az aténi demokrácia szemszögéből megrontotta a fiatalok gondolkodását. És az aténi demokrácia nem volt szégyenlős ezért kivégezni leghíresebb polgárát, a filozófia egyik atyát. Szokratészt. Az első demokrácia az Egyesült Államok volt, Európában pedig Franciaország és Svájc. A történelemben minden, így a liberális demokrácia alakulása is ciklusokon keresztül történik. Ha az elmúlt két és fél évszázadot nézzük, akkor megállapíthatjuk, hogy ciklusokban gyengül és erősödik a liberális demokrácia, de a teljes képet nézve Pejlődés látható. A 20. század első felében előre törő nácizmus és bolsevizmus komoly visszaesést jelentett. De 45-ben és 89-ben ezek a rendszerek megdőltek, és Fukuyama történelem vége gondolatával elkezdődött a liberális demokráciák kora. Ez most egy újbóli válságon megy keresztül a 20. század elején az illiberális eszmék megerősödésével. De nehezen tudom elképzelni, hogy a folyamat a visszájára forduljon. Legyen az illiberális államélén Vladimir Putyin, Xi Jinping, Recep Erdogan, Jair Bolsonaro, Donald Trump vagy Orbán Viktor. Ha a fogyasztói társadalom terjedését nem gátolja felülről irányítva, és a polgári réteg kialakulását nem szorítják vissza mesterségesen az illiberális politikusok, akkor a liberális demokráciát csak autoriter eszközökkel lehet feltartóztatni. Ezt a történelmi láncreakciót pedig már végignézhettük a 20. század második felében. Az előzőekben ismertetett események sorozata tehát. Az a Szovjetunión kívüli történelmi kontextus, amiben a Stálin utáni szovjet vezetők belecsöppentek. Most pedig nézzük meg a Szovjetunió belső folyamatait. A második világháború után a Szovjetunió a maga legprosperálóbb időszakát élte. Az Egyesült Államok mellett szuperhatalmi státuszba került, aminek az alapját a következő tényezők képezték meg. Hitler legyőzése után a világháborús szövetség felbomlott, de a Szovjetunió az általa felszabadított államokat a szocializmus hívó szavára meg tudta szervezni egy teljesen új szövetségbe. Ez lett a Varsói Szerződés. A varsói szerződést pedig biztosítani kellett valamivel. Erre szolgált a vörös hadsereg, ami ha már felszabadította a fasizmus veszélyétől ezeket az országokat, azonnal meg is szállta őket, biztosítva ezzel a szovjet befolyási övezet meglétét. A vörös hadsereg fenntartása és az egész keleti blokk megszállása és ellenőrzés alatt tartása nagyon költséges tevékenységnek bizonyult, Azonban a 40-es években a háborús gazdaság elképesztő ütemben termelt. Az ipari és gazdasági termelés jócskán meghaladta a kitűzött célokat. 52-re pedig ezek az ágazatok a duplájára nőttek. Mindennek az erős gazdaság által finanszírozott, kiterjedt hadsereg által ellenőrzött keleti blokknak a legvégsőbb politikai fedezete és egyben a legjelentősebb fegyvere az atomtöltetek voltak. Mára az erős gazdasági és kiterjedt katonai háttér eltűnt az utódállam mögül. Az atomfegyverek viszont a mai napig rendelkezésre állnak. A hidegháború során a nukleáris atomtöltetek 49%-a a, a Szovjetunió birtokában volt. A másik 49% az Egyesült Államoknál. A maradék 2%-on pedig osztozkodott a világ Összes többi atomhatalma. Sztálin halála után Nikita Hruscsovot választották meg a Szovjetunió kommunista pártjának első titkárává. Vezetői szerepe bebiztosítása érdekében azonban ezt követően még három éven keresztül zajlottak harcok a Beria-Malenko-Fruscsok hatalmi háromszögben. Beriát koncepciós per végítéleteként kivégezték. Málenkovot pedig koholt alapján félreállították. Pruscsovnak tehát megvolt a bátorsága, hogy eltávolítsa a vetétársakat. Rájött, hogy a saját érvényesülése érdekében másokat el kell taposni, vagy át kell lépni. Ő lett a Szovjetunió minisztertanácsának elnöke is. Ezzel pozícióját konszolidálta a Szovjetunió első számú vezetőjeként és megkezdte a desztalinizáció folyamatát, amely során megnevezte Stálin bűneit, és elítélte személyi kultuszát. Hruscsovhoz fűződik az 56-os forradalmunk leverése, a berlini fal megépítése és a kubai rakétaválság. Hruscsov alatt lett az Egyesült Államokkal való versengés a legélesebb, amiben az űrversenyt sikerült is megnyerniük. A John F. Kennedyvel foglalkozó részekben már volt szó arról, hogy milyen feszült volt a helyzet a két vezetők között, amit talán Hruscsov egyik híres kijelentésével lehet jól érzékeltetni. A 60-as évek első felében, amikor a verseng és a tetőfokára hágott az USA és a Szovjetunió között, Hruscsov azt hirdette ki, hogy három évtizeden belül a Szovjetunió le fogja hagyni fejlettségét tekintve az Egyesült Államokat, és el fogja temetni azt. Azt ígérte, hogy Iván a Szovjetunióban jobban fog élni, mint Joe az Egyesült Államokban. Nagy ígéretek voltak ezek akkor. Hruscsovnak volt egy másik híres mondása is. Azt mondta, hogy a politikusok mindegy formák. Hídépítést ígérnek még akkor is, ha nincsen folyó a közelben. Hmm. Érdekes, Vajon tudta itt Hruscsov, hogy gyakorlatilag saját magáról beszél? Vagy saját magát is sikerült megvezetnie a híd építéseivel? A Szovjetunió összeomlása ugyanis már itt elkezdődött a 60-as években. Ez Bíró Zoltán a korábban már idézett tanulmányában összegyűjt minden erre vonatkozó adatot. Az 50-es évek gazdasági sikere ami 9%-os GDP növekedést jelentett, még adott is némi okot Russoff túlon túl ambiciózus kijelentéseinek. Azonban a növekedés ezután lelassult. A 60-as évekre már csak 4% volt a növekedés, a 70-es években 2%-os, a 80-as évek első felében pedig csupán 0,6%-os. Ezt a csökkenő tendenciát nagyon nehezére esett a szovjet vezetőségnek elfogadnia, mivel az egész rendszer legitimitását ebből vezették le. Hruscsov alatt már elkezdődik a gazdasági romlás. Ő maga pedig olyan reformfolyamatokat indít el, melyeknek a következményeivel nem számolt. A folyamat végeredményére pedig szörnyűködéssel tekintett volna. A Szovjetunió összeomlásáról tehát elmondhatjuk, hogy már a Stálint követő első reformerrel elkezdődött, amikor a vezető lemondott az általános terror alkalmazásáról. Ezzel a lazítással már megindult egyfajta hanyatlás. Az államvezetői nem voltak hajlandóak a sztálini nyers erőszakot alkalmazni, hanem egyéb eszközökhöz folyamodtak. A szándékok érvényre jutása érdekében sokkal inkább alkalmazták azt, hogy mások kedvére tegyenek, vagy ha ez nem bizonyult elégnek, akkor a megvesztegetéshez nyúltak. Az erőszak helyébe lépett a hízelgés és a korrupció. A sztálini terror fenntarthatatlan volt, mivel folyamatos fenyegetésben egy társadalmat ugyan lehet tartani, de sztálin alatt még a katonai és a rendőri vezetés sem érezhette magát biztonságban. Sőt, a Szovjetunió kommunista pártjának központi bizottságának minden tagja folyamatosan halálfélelemben élt. Sőt, a szovjet belügyi népbiztonság, vagyis az NKVD vezetői sem voltak biztonságban. A titkos szolgálatnak három vezetője volt a két évtizedes fennállása során. Jagoda, Jazsov és Beria. Mindhármójukat meggyilkolták. A terrorállamban a terrort végző erőszakszervezet vezetői is a terror áldozatai lettek. De ami a legelképesztőbb, hogy maga a terror atya, Stálin is tartott az ellene szőtt összeesküvésektől. Ez a megfélemlítése alapuló rendszer rövid távon ugyan hatékonyan tudott működni, de hosszú távon fenntarthatatlannak bizonyult. A kommunista párt berkeim belül, Sokan nem értettek egyet a hruscsovi lazításokkal. Az elégedetlenek csoportjának vezetőjét Leonid Brezhnevnek hívták, aki 1964-ben látta elérkezettnek az időt, hogy cselekedjen. Hruscsovot Moszkvába hivatták a mezőgazdaság ügyeit taglaló tárgyalásra, amikor is már a reptéren várta őt a KGB akkori főnöke, és azonnali hatállal le is tartóztatta. Hruscsovot a Kremlbe vezették, ahol az elnökségi ülésen a mezőgazdasági téma helyett a főtitkár leváltása került napirendre. A leváltás hivatkozási alapja Hruscsov örekkora és elgyengült egészségi állapota volt. A főtitkár együttműködően mindenféle ellenállás nélkül hagyta, hogy nyugdíjba kényszerítsék. Félreállítását követő estén Hruscsov egy barátjával folytatott telefonbeszélgetésben így örökítette meg a történteket. Öreg vagyok és fáradt. Inkább hagyom, hogy boldoguljanak magukban. Én már letettem a fő dolgokat az asztalra. Álmodhatott-e bármelyikük arról, hogy Stálin elé áll azzal, hogy már nem felel meg nekünk, és merte volna javasolni neki a visszavonulást? Még egy paca sem maradt volna belőle. Most meg már minden más a félelem elmúlt, és egyenlő felekként tudunk beszélgetni. Ez az én művem, és nem fogok harcolni. Érdekes, hogy a fiatal, ambiciózus Ruscsov még hogyan iktatta ki a vetétársakat, képes volt Beriát meggyilkoltatni a saját biztonsága és érvényesülése érdekében. Az öreg, megfáradt Ruscsov pedig apátiával és némi bosszúsággal végigasszisztálta hogy az utód szelíd erőszakkal elmozdítsa őt a saját érvényesülése érdekében. A sors iróniájaként ő sem érdemelt sokkal különb sorsot, mint előde. Brezsnyev hatalom átvétele után Hruscsov desztalinizációs törekvései és óvatos reformjai megrekedtek, a gazdasági mutatók pedig továbbra is csökkenő tendenciát mutattak. Egészen a 70-es évek elejéig, a Szovjetunió a gazdasági növekedést tartotta fő erősségének. Amikorra már komolyan bele kellett nyúlni a könyvelési adatok kozmetikázásába, hogy legalább papíron, az adatok szintjén nem mutatkozzon olyan meredeken a gazdasági hanyatlás. A bruttó hazai össztermék továbbra is csökkent, ami már csak 1-2 százalék körül mozgott. Az 1976-tól 85-ig tartó időszak 5 éves tervei már csak 70% körül teljesítettek. Ugyanebben az időszakban a mezőgazdasági termelés csak a tervek felét tudta teljesíteni. Mindezekkel szemben a védelmi kiadások évente 2-3 kal emelkedtek. Ezt a gazdasági ellentmondást még a 74-es olajár robbanás kompenzálni tudta. Ugyanis a háromszoros áron értékesített olajexportból finanszírozni tudták a költségvetési hiányokat. Ennek a pénznek viszont több, mint a felét gabona és tőke hús vásárlására kellett fordítani, ami megint arra mutatott rá, hogy a gazdasági rendszer gyenge, és hosszú távon nem életképes. Az a gazdaság ugyanis nehezen fenntartható, amely a valuta bevételei nagy részét kénytelen a lakosság számára nélkülözhetetlen élelmiszerekre elkölteni. Ezeknek az adatoknak a tudatában az olaj csupán arra volt elégséges, hogy a haldokló Szovjetuniót lélegeztetőgépen tartsa. A Breznyevi rendszer magába olvasztotta a sztálini és a hruscsovi rezsim által pozitívnak tartott vívmányokat. A megfélemlítés újra fontos eszközzé vált az államaparátus kezében, azonban inkább a háttérbe húzódott, és a fogyasztási cikkek ígéretével irányították a társadalmat. A rezsim továbbra is parancsuralmi volt, de nem nevezhető totalitáriusnak, mivel a kontroll már nem terjed ki az egyén teljes életére. En Applebaum amerikai történész a gulák története című kiváló munkájában megemlékezik arról, hogy stálin halála után hogyan alakult át a munkatáborok szerepe a Szovjetunióban. Applebaum azt mondja, hogy stálin világéletében úgy gondolta, hogy a gulág munkatáborai kulcsfontosságúak a szovjet gazdaság növekedéséhez, azonban politikai örökösei számára nyilvánvaló volt, hogy ez csupán az elmaradottság fokmérője. Ezért Stalin halála után az őt követő pártitkárok neki a sok millió ember halálát jelentő gulág kényszer munkatáborok intézményének felszámolásához. A haláltáborok aztán ahelyett, hogy eltűntek volna, továbbfejlődtek. A Hruscsovtól Brezsnevik tartó időszakra a táborok újra megteltek szovjet ellenes nacionalistákkal, polgárjogi aktivistákkal és köztörvényes bűnözőkkel. A 70-es-80-as években nyugatra szökő diszidenseknek hála, a nyugat egyre több hírt kapott a poszt-sztálinista lágerekből, ami komoly hidegháborús diplomáciai eszköznek bizonyult a nyugat kezében. Ahogy itt Applebaum is írja. A gulág működését nem akarták a sztálini módon folytatni az őt követő pártitkárok, de annak felszámolására sem volt szándékuk, mivel rájöttek, hogy fontos politikai eszközként is lehetett a gulágot működtetni. A Brezsnyev irányítása alatti szovjet rezsimre a legjobb jelző talán Václav Havel, cseh író és volt köztársasági elnök találta ki, aki az ekkori Szovjetuniót és Kelet-Európát poszt-totalitáriusnak nevezte. Poszt-totalitárius alatt azt kell érteni, hogy a rezsim már nem a sztálini kegyetlenséggel működtetett rendőrállam, viszont nem szakadt el ettől a processustól teljesen. Továbbra is használja ennek eszközeit. Mondhatni, hogy a totalitarianizmus az állam árnyékában létezik. Havel egy drámaíró volt, aki később politikusi szerepet is vállalt. Így ő Kulturális és közéleti szemszögből is rálátott az eseményekre, és úgy gondolom tűpontos analízist adott arról, hogy a XX. század második felében a kelet-közép európai államok hogyan tették állampolgáraikat bűntársakká. A következő néhány mondat fukuyama összefoglalása Havel gondolatainak. Havel azért ítéli el a poszttotalitárius totalitárius kommunista államot, mert a kommunizmus demoralizálta a társadalmat aláásta az embereknek azt a meggyőződését, hogy erkölcsi személyekként cselekedhetnek. A méltóság és annak ellentéte a megaláztatás. Havel ezt a két szót használja leggyakrabban, amikor a kommunista Csehszlovákia életéről beszél. A kommunizmus megalázta az egyszerű polgárokat. Arra kényszerítve őket, hogy temérdek apró, és néha nem is olyan apró morális engedményt csikarjanak ki jobbik énjüktől. Ezek különböző formákat öltöttek. Hol egy jelszót kellett kirakni egy üzlet kirakatába, hol egy beadványt aláírni, amely az államnak nem tetsző tevékenységgel vádolt meg egy kollégát, vagy egyszerűen csak kussolni, amikor ezt a kollégát igazságtalanul meghurcolták. A Brezsnye vér a síralmas. Post totalitárius államai igyekeztek mindenkit morális bűnrészessé tenni. De most már nem a terror eszközeivel, hanem a történelem iróniája. A modern fogyasztói kultúra gyümölcseit lógatva előttük, mint a szamár orra előtt a répát. Ezek persze nem azok a csodás micsodák voltak, amelyekre a 80-as évek amerikai befektetési bankára sóvárogtak, hanem kis juttatások, amelyeket azonban a szűkös körülmények között élő emberek nagyra tartottak. Tűtőszekrény, tágasabb lakás, bulgáriai nyaralás. A kommunizmus tehát sokkal inkább, mint a burzsua liberalizmus. A lélek vágyakozó részét táplálta, erősítette. Az érzéki, tümotikus résszel szemben. Havel egyáltalán nem asztrója fel a kommunizmusnak, hogy nem teljesítette ígéretét. Nem teremtett az ipari-gazdasági hatékonyság révén anyagi bőséget, vagy hogy csalódást okozott a jobb életben reménykedő munkásosztálynak és a szegényeknek. Épp ellenkezőleg. Azt nehezményezi, hogy amit adott, azt is egy fauszti alkú alapján adta, az emberek morális megalkuvását követelve cserébe. És akik ráálltak erre az alkura, nem csak áldozatai lettek a rendszernek, hanem fenntartói is. Miközben maga a rendszer önállósodott, a saját életét élte, függetlenül attól, hogy ebben bárki részt kívánta -e venni. Úgy gondolom Václav Havel tökéletesen tapintott rá a kommunizmus kelet-európai gerinchajlító valóságára. Fukuyama pedig jó összefoglalást adott erről. Ez a gondolatsor nem csak Csehszlovákiára, hanem Magyarországra is ugyanolyan érvényes, ha a Kádár rendszer viszonyrendszerét nézzük. Magyarországon a rendszerváltáskor az volt az ígéret, hogy mostantól bárkinek lehet cukrázdája Bécsben, ennek megfelelően pedig nem az utcákon voltak az emberek, hogy az addigi jogsérelmeiknek hangot adjanak, hanem a bécsi Maria Hilfer mentek, hogy nyugati fogyasztási cikkekkel megpakolva hazajöhessenek. Amilyen a rendszerváltás, olyan az utána következő rendszer. Erre mondta Antal József, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni, amikor a pártján belül kritizálták a rendszerváltás puha reformjai miatt. Na de térjünk vissza a Szovjetunióba, a Brezsnyev érába. Brezsnyev a reformokkal szemben határozott ellenállást mutatott. Ezért a gazdaságban beállt a stagnálás állapota, amelyet a Breznyevi pangásnak szoktak nevezni. Külpolitikában a Brezsnyev doktrina volt érvényes, amelynek az elméletét a pártitkár 68-ban a következő rövid mondatban fogalmazta meg. Ha a szocializmussal szemben Ellenséges erők egyes szocialista országokat a kapitalista fejlődés irányába kényszerítenének, az nem csak az adott szocialista ország problémája, hanem az egész szocialista táboré. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a Szovjetunió, mint a szocializmus legerősebb állama, ezen az alapon jogot szolgáltat magának arra, hogy a keleti blokk vezetőjeként eldöntse, hogy mely államok tekinthetőek szocialista, és mely államok tekinthetőek kapitalista országnak. Ennek ismeretében pedig a Szovjetuniónak kötelessége a szocialista államokban megvédeni a szocializmust és leverni a kapitalista törekvéseket. Az erre irányuló militáns beavatkozások pedig igazából csak önvédelemre irányuló speciális katonai műveletek nem pedig befolyás szerző expanzív agresszió. Ez kísértetiesen hasonlít Putyin ukrajnai háborújának retorikájához. Erre a Brezhnev doktrinára hivatkozva indította meg a Szovjetunió 1979-ben az afganisztáni háborúját. Ekkorra már a párt olyan rossz egészségügyi állapotban volt, hogy túl volt egy klinikai halálon, agyi érelmeszesedéstől szenvedett, ideggyengesége miatt pedig a gyógyszereitől függött. Brezsnyev meghízott, beszédeiben sokszor hibázott, és gyakran megszólalásai közben felejtette el a mondandóját. Ezen attribútumai alapján pedig nagyon hasonlatos a mai amerikai elnökhöz. Brezsnyev tökéletes fizikai reinkarnációjává vált a diszfunkciós szovjet rezsimnek. 1982. november 7-én. Még több órán keresztül üdvözölte tribünnyéről a szokásos díszszemle felvonulóit, három nappal később pedig Moszkva melletti Dácsájában, mikor nyugovóra tért, álmában szívinfarktust kapott és meghalt. A főtitkár hanyatló egészsége miatt a szovjet vezetők fel voltak készülve a váltásra. Brezhnev halálhírét egy nappal késleltetve hozták csak nyilvánosságra, ami alatt a párt döntéshozói véglegesítették korábbi informális döntésüket. Az utód a KGB elnöke lett Juri Andropov. Létezik egy nagyon érdekes összefüggés az 56-os Magyar forradalom és a 89-es rendszerváltás között, amelyet John Lukácsnál lehet elolvasni. John Lukács egy magyar származású amerikai történész. Aki a 20. század és az újkor vége című könyvében egy olyan gondolatsort feszít ki, melynek ismeretében azonnal megismerhetjük Juri Andropov karakterét, és ezáltal kicsit Gorbacsovot is. Lukács logikai kezdőpontján ott áll Andropov az 56-os budapesti forradalom leverésének időpontjában. A másik oldalán pedig, a végponton ott van Gorbacsov a 89-es rendszerváltással. A gondolatmenet így hangzik. Az 1956-os eseményeknek két következményét is meg kell említenem. 1956-ban kezdődött a kommunista világnézet végső hanyatlása Európában. A nyugati értelmiség ekkor már tömegestül fordított hátat a kommunista pártoknak. Sajnos sokan nagyon megkésve ahhoz, hogy ezt a javukra lehessen írni. Ugyancsak ekkor keletkezett az az opportunista és mindinkább értelmetlen hibrid, amit eurókommunizmusnak neveznek. Kelet-Európában, kivált kép Magyarországon, az intelligensebb kommunisták egy némelyikéből lettek az elszántabb antikommunista gondolkodók. Írók, ellenállók, ellenzékiek. A fentiekkel összefüggő másik figyelemre méltó következmény Antropov, és az ő pártfogoltjaként végső soron Gorbacsov felemelkedése a szovjet hierarchiában. Andropov volt a magyar felkelés idején a budapesti szovjet nagykövet. Egy kis csatlós állam fővárosában szovjet nagykövetnek lenni jelentéktelen megbizatásnak számított. Andropov azonban nyitva tartotta a szemét, és soha nem felejtette el, amit azokban a napokban látott. A felkelés alatt kétszer is Budapestre repült a Krem két nagy hatalmú személyisége, Mikoyán és Szuszló. Nem voltak képesek gátat vetni a rohanó eseményeknek. Andropov volt az, aki segített kihúzni az oroszokat a pácból. Elképesztő, hogy ő ötlötte ki a kádár megoldást, vagyis ő találta meg azt a magyar kommunista vezetőt, aki hajlandó egy új szovjetbarát kormány és a párt élére állni Magyarországon. Ugyanakkor nem próbálja teljesen visszaforgatni az időkerekét, és aparátusával együtt helyreállítani az ország 1956 előtti elvakult kommunista rémuralmát. A Politbüro hálás volt Andropovnak, aki ettől kezdve egyre magasabb tisztségeket töltött be, míg nem a KGB főnöke, majd 1982-ben a Szovjetunió vezetője lett. Ám Andropov részben bizonyára. 1956-os élményei alapján azt is tudta, milyen korrupt és félelmetesen népszerűtlen lehet egy szűk, körű és önző kommunista párt hierarchia hatalma. A jelek szerint egy sor olyan reformot, amit ő a Gorbacsov kezdett bevezetni, maga is végrehajtott volna. 1983-ban meg nem hal. Gorbacsov nem csak olyas valaki volt, akinek politikai és kormányzati képességeit Andropov elismerte, és akit a pártfogásába vett. Gorbacsov tanult Andropovtól, minthogy Andropov tanult az 1956-ban Budapesten látottakból. Így vezetett a fonal a magyar demokrácia 1956-os szovjet eltiprásának sikeres tervezőjétől addig az emberig, aki 31 néhány évvel később lehetővé tette Magyarországon a parlamentáris demokráciát és kivonta onnan az utolsó szovjet csapatokat. Isten görbe vonalakkal ír egyenest. John Lukácsit azt állítja, hogy minden bizonyal andropov volt az, aki meglátta a fantáziát Kádár Jánosban. Kádárban volt meg a lehetősége annak, hogy úgy legyen kormányozva Magyarország, hogy nem vezetik vissza a keményvonalas kommunizmust, de nem is engedik túlságosan a forradalmi törekvéseket. Ebből lett a magyarországi gulyás kommunizmus. Andropov szovjet főtitkári pozícióba kerülése után nem sokkal kiderült, hogy vesebeteg. Így utódának a hozzá hasonlóan reformfelfogású fiatal is tehetséges, Mihail Gorbacsovot nézte ki. Andropov 16 hónapot töltött el a Szovjetunió élén, aztán belehalt súlyos vesebetegségébe. A politikai bizottság többségi döntés alapján felülbírálta Andropov akaratát, és Gorbacsov újító alakja helyett a változatlanságot választották Konstantin Csernyenkó személyében. Csernyenkón már Andropov temetésén látszódott, hogy ő sem örvend túl jó egészségi állapotnak. Andropov gyászbeszédét is nehezére esett elmondania. Tőle várták a breznyevi nyugalmas évek újbóli eljövetelét. Gorbacsovnak azonban nem kellett sokáig várakoznia. Csernyenko hivatalba lépése után 13 hónappal betegsége miatt szintén meghalt. A korszak amerikai elnöke, a színészi szerepéből soha nemeső Ronald Reagan ekkor mondta azt, hogy hogyan jussak közös nevezőre ezekkel az oroszokkal, ha sorra meghalnak itt nekem. Azért régent elnézve nem lehet azt mondani, hogy Donald Trump mindenféle előzmény nélkül lett elnök. A Szovjetunióban tehát két és fél év alatt meghalt három főtitkár. Ez a tény kihangsúlyozta, hogy milyen öreg, avittas és gerontokrata a szovjet vezetőség. Következő vezetőnek nem akartak újra egy idős embert megválasztani, hát ha akkor megint régen elmés megérzéseit kell hallgatniuk. Csernyenko már belátta azt, amit az őt megválasztó pártagok még nem akartak észrevenni. Átengedte a vezetést a fiatal és tehetséges Gorbacsovnak. Mihály Gorbacsov 1931-ben született. Így ő az első olyan generáció képviselője, aki nem a sztálini időszakban szocializálódott, hanem Hruscsov desztalinizációs korszakában, az olvadás időszakában. Gorbacsov nagyon jó kommunikációs készséggel rendelkezett, amiről már régen is elismerően nyilatkozott, Margaret Thatcher, pedig jó tárgyaló partnernek tartotta. Azt mondta, hogy Gorbacsovval meg lehet egyezni. Ekkor járunk a 80-as évek közepén, amikor a politikai bizottság tagjai már jóval túl voltak a 80 éves átlagkoron. Gorbacsovot pedig 54 évesen választják meg az SKP főtitkárának, aki már ilyen fiatalon, kifejezetten tájékozott és művelt politikusnak számított. Azt lehet mondani, hogy az eszmék önmagukban hatástalanok, erőtlenek. Az eszméknek szükségük van arra a politikai szereplőre, aki zászlajára tudja az eszmét tűzni. A politikai szereplőnek pedig szüksége van az országa általi lehetőségre, amiben megvalósíthatja az eszméjét. Ha pedig az egész képet akarjuk látni, akkor természetesen ennek bele kell valahogy illeszkednie a világ történelem folyamataiba. Ha Andropov vagy Csernyenko tovább él, akkor ők más irányt szabtak volna a történelemnek? Andropov hasonlóan gondolkodott, mint az utódának választott Gorbacsov. Nyilván ezért választotta utódnak, szóval feltételezhető, hogy vele hasonlóan alakult volna a történelem. De Csernyenko, aki inkább a brezsnyevi elveket vallotta, megállt tudott volna parancsolni a hatásán kívül eső szovjet és világpolitikai folyamatoknak? Ez már egy filozófiai kérdés, amit mindenki megválaszolhat saját magának. Igazából minden történelmi esemény egyedi lefolyásában és végeredményében egyaránt. Azonban hasonlóságokat érdemes megvonni, és jó észrevenni a párhuzamokat, vagy a kontrafaktuális teóriákat megvizsgálni. Minden esetre ez a kis történelmi áttekintésem úgy gondolom megágyazott ahhoz, hogy a megfelelő módon lehessen értelmezni majd Mikhail Gorbacsov politikai tetteit. Van egy világtörténelmi kontextus, és van a Szovjetunió belső működési rendszere, amik keretet szolgáltatnak a vezető mozgás terének. A következő részben a történelmi ingával fogom kezdeni, ami a szovjet vezetők között lenget folyamatosan. Aztán pedig végigveszem Mikhail Gorbacsov politikai munkásságát. Én Györe Zoltán voltam. Ez pedig a subjektív és szakmaiatlan történelmi agórám, a történelem csimpánz Isten. We have spent more than two billion dollars on the greatest scientific gamble in history, and we have won. Az Razdrowić niemiecku, japońsku, faszistu i tyranię. Kapitali, Orban, Alba. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Yeah, what? No, one small step for man, but i didn't get the second phrase. mr. president, i want to raise an issue that i think has been lurking out there for two or three weeks and cast it specifically in national security terms. you already are the oldest president in history, and some of your staff say you were tired after your most recent encounter with mr. mr. Uh, mondale. Um, I recall yet that President Kennedy had to go for days on end with very little sleep during the Cuba missile crisis. Is there any doubt in your mind that you would be able to function in such circumstances? Not at all, Mr. Truitt, and I, and I want you to know that also I will not make age I still have time. I might add, Mr. Truett, I might add that um, <clears throat> it was Seneca or it was Cicero, I don't know which, that said if it was not for the elders correcting the mistakes of the young, there would be no state.